Augusztus közepén a tokai borvidéken járva döntő többségében művelt parcellákat, szépen fejlődő fürtöket láthatunk a szőlőtőkéken. Bár júliusban a szokásosnál több csapadék hullott, ami nehezítette a növény védelmét, a fertőzést sikerült megelőzniük a gazdáknak. Az idén 300-330 ezer mázsa terméssel számolnak a borvidéken, aminek talán vevője is akad. Közepes termésre lehet számítani a borvidéken, egy ilyen 300-330 ezer mázsára, tehát egy átlagos termésre. Ez egyeseket esetleg meglephet, mert ettől jóval több szőlőt látnak a saját területükön, de vannak sajnos olyan határrészei a borvidéknek, ahol viszont az átlaghoz képest kevesebb termés van, mert már tapasszal az induláskor is kevesebb volt a fürtöknek a száma. Tehát ezért számítunk egy átlagos mennyiségre, viszont a minősége az jobb lesz valószínű az átlagosnál. Ezt mutatják azok a jelek, amelyek ugye alapján meg lehet ítélni, hogy korábbi zsendülés van, és vannak borvidékek, ahol már is kezdték a szüretet. Ott még nem a magas musminőség miatt, hanem elsősorban a borsitisztől való félelem miatt, de mindenképpen arra lehet nálunk számítani, hogy korábban lesz szület az átlagosnál. A Tokaji Kereskedőház RT is több szőlőt kíván felvásárolni ebben az évben, mint általában. Tehát az 80 ezer mázsához képest most egy olyan 120 ezer mázsa körüli termést kíván megvásárolni. Ez erre vonatkozóan a pótszerződéseket is megkötötte, tehát azokkal a termelőkkel, akikkel egy éves szerződése volt korábban, további egy évre meghosszabbította a szerződéses ciklust. Az elmúlt időszakban hallani lehetett szőlőkivágásokról, sőt, több ezért támogatást is kaptak a gazdák. Hogy alakult ez a tokai borvidéken? Mi borvidékünkre az volt a jellemző, hogy olyan nagy mértékben nem vettek részt ebbe a gazdák. Tehát évente olyan 15-38 hektár közötti mennyiségeket vágtak ki, de ugyanakkor ennyit telepítettek is. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy nem csökkent a borvidék területe, szemben más borvidékekkel, ahol jelentős csökkenés következett be. És most az idei szőlő iránt ténkülő érdeklődés, és várhatóan a tavalyihoz képest egy magasabb szőlőár valószínűleg azt fogja eredményezni, hogy nem folytatják tovább a gazdák majd a szőlőnek a kivágását, azon kívül pedig megszűnt a kivágási támogatás, így aztán ebből következően valószínű, hogy csökkenni fog az ilyen irányú tevékenység. Ön nem csupán a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának az elnöke, hanem a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának is az elnöke. Mi a helyzet országos viszonylatban a ágazattal? Épp a tegnapi nap folyamán sikerült találkozni a többi borvidék képviselőjével, és hát kialakult vélemény alapján megerősítettük azt a közös álláspontunkat, hogy egy közepes mennyiségű termés lesz egész Magyarországot tekintve, tehát nem lesz kiugró mennyiségű termés. Ezt az is bizonyítja, hogy azoknál a fajtáknál, amelyeknél már elkezdődött a szület, mint a csabagyöngye, irsai olivér, azoknál kevesebb szőlőt sikerült leszületelni, mint amilyen a gazdák becslése volt. Tehát nem lesz nagy termés, és ugyanúgy, mint ahogy elmondtam, tehát országos viszonylatban is egy jó minőségű termésre lehet számítani, és hát a korai fajtáknál kialakult árak is azt bizonyítják, hogy élénkült az érdeklődés a szőlő irány, és a tavalyi árhoz képest egy áremelkedés következett be. És mi a helyzet a borral? Ott is élénkülés tapasztalata a vásárlók részéről? Hát sajnos nem. Tehát a szőlő áremelésnek azt szabgálta tulajdonképpen, hogy mennyire sikerül a belőle készült bort eladni, és a forgalmazók ugye arra panaszkodnak, hogy a csökkenő vásárlóerő miatt a hazai érdeklődés a bor iránt szintén csökkent, tehát mindenki valamennyivel kevesebb bort tud értékesíteni, különösen azok a vállalkozások kerültek nehezebb helyzetbe, akik magas értékű borokat állítanak elő, mert az iránt csökkent leginkább az érdeklődés. Ugye a térség legnagyobb forgalmazója, a Tokaji Kereskedőház ZRT viszont a belföldi forgalomcsökkenését tudta ugye fedezni, vagy tudta ellensúlyozni a export növekedésével, tehát azért is van szüksége nagyobb mennyiségű, nagyobb volumenű szőlőtermésre. A szakemberek szerint az idén nem marad a szőlő a tőkéken Tokajhegy alján, mert reményeik szerint a korábbi évekhez képest a nagyobb kereslet miatt talán az árak is magasabbak lesznek a tavainál. A szúra azonban csak akkor van kilátás, ha az elkövetkezendő időszakban ismét eső hullik a tokai borvidéken.